Kötelező szaktanácsadás, tehát el kell mondani, hogy mire használható, mikor használható, meg meddig. Tehát itt, aki ráadásul még őstermelő, és a piacon árul, annak kötelező vezetni a permetezési naplót, amit mi itt, aki olyan növszer vásárol, meg elmondja, ingyér biztosítunk neki. Tehát adjuk is egyértelműen, mert ezt a forgalmaz, igen, a permetezési naplót, mivel ezt a forgalmazáshoz, ezt megnézik. Tehát ez kötelező vezetni. Érted. Hány sokféle rovarölőszer esetében változott a feltétel? Na most van sok olyan rovarölőszer, ami a kicsi kiszerelés, tehát az ilyen 3-5 millis vagy 5 grammos kiszerelésben még szabad forgalmú. A 2 decis vagy fél kilós kiszerelés vagy negyed kilós kiszerelés már kettes forgalmú, tehát azt jelenti, hogy zöldkönyves, tehát csak zöldkönyvvel lehetne, illetve nem lehetne, csak zöldkönyvvel lehet árulni. Illetve, ami meg még ennél nagyobb kiszerelés, az meg már csak egyes. Én. Tehát nem hatóanyagtól függ nagyon sok szer, hanem a kiszereléstől is. Hatóanyagtól is, mert van, ami alapban a hatóanyag következményeképpen egyes. Tehát nincs kiszerelés, de abból nincs is kis kiszerelés.